Önkormányzati választásokat tartottak vasárnap Magyarországon. A 23 megyei jogú város közül 12-ben a fidesz kdnp többséget szerzett, 10 baloldali megyei jogú város lett, és egyben pedig független jelölt nyert. Mind a 19 megyei közgyűlésben a fidesz KDMP került többségbe. Budapesten az ellenzék közös jelöltje Karácsony Gergely lett az új főpolgármester. Orbán Viktor magyar miniszterelnök arról is beszélt a listás szavazatokat tekintve a lassan már szokásosnak mondható 50 fölötti eredményt tudta hozni a fidesz KDMP. Ezzel továbbra is a fidesz KDMP maradt a legerősebb pár a kormány fő szavai szerint. Mi a véleménye az eredményekről? Hát azt gondolom, hogy azoknak a táborába tartozok én is, akik meglepődtek az eredményeket látva, és egészen biztos vagyok abban, hogy legtöbben így élték meg ezt a vasárnapi napot. Az előrejelzések teljesen mást mutattak és másról szóltak, és ezért volt meglepő mindaz, ami történt. Persze, mindaz, amit ön itt felolvasotta, vagy elmondotta a kérdésében, az továbbra is igaz. Tehát egyértelmű, hogy a vasárnapi napot is követve a Fidesz-KDNP szövetség a legmarkánsabb, legerőtelesebb, legnagyobb politikai erő Magyarországon. Másrésztről az is egyértelmű, hogy a fidesz kdnp leadott, országos szinten leadott szavazatokat, ha összeszámoljuk, akkor ezek a szavazatok egyesek kevesebbek, mint ezelőtt egy évvel, amikor, vagy jó, fél évvel, amikor az európai parlamenti választás volt. Itt annyi történt, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben Nemes egyszerűséggel mondva blokkosodott a politikai mező, az ellenzék összeállt egy blokkba, és összeadódtak azok a szavazatok, amelyek az ellenzék különböző opcióira különben is leadásra kerültek, és ez a végső elszámolásban ezt az eredményt hozta. Az, ami politikai értelemben kiolvasható ebből az eredményből, és kimondandó ebben a pillanatban, hogy Egyértelmű, hogy Magyarországon működik a demokrácia. Az is egyértelmű, hogy nem olyan rosszak ezek a jogszabályok, amiket folyamatosan az utóbbi években folyamatosan ostoroltak, arról beszélve, hogy lejt a pálya a Fidesz javára. És nem hallottam most az utóbbi egy-két napban olyan megjegyzést, ami a, az elmúlt éveket jellemezte a sajtószabadsággal kapcsolatban amikor valaki győz a választáson, vagy pedig e, olyan eredményt ér el, ami kielégítő a saját maga számára, akkor a demokrácia szempontjából, a választási szabályok szempontjából, a sajtószabadság szempontjából egy kicsikét másképp fogalmazza meg a mondatokat. Ezt mondom a magyarországi gyakorlattal kapcsolatban is, és mondani tudnám talán az itteni gyakorlattal és az itteni ellenzéki alapállással kapcsolatban is, mert némi párhuz a kettő között van a ellenzéki hozzáállást figyelembe véve. Persze láttam én az itteni kommentárok némelyikét is, amelyik örül a magyarországi önkormányzati választásoknak, és lát egyfajta párhuzamot a mostani választási eredmény és a 96-os, 97-es itteni belgrádi történések és tüntetések között, illetve azt, ami Budapesten, illetve Magyarországon történt, úgy prognosztizálják és úgy élik meg, mint egyfajta bevezetőt egy hasonló eseményben, mint ami 2000 októberében itt történt Belgrádban. Az én számomra ez a politikai vágyálmoknak és a, hogy is mondjam, a, a, a ködös látásnak a, a bizonyítéka, illetve annak a bizonyítéka, hogy Hajlamosak a politika szereplői itt olyan következtetéseket levonni a magyarországi választási eredményekből, amik nem igazán találkoznak a valósággal. Úgy teszik ezt, hogy igazából újságcikkekből, újságokban, illetve médiában megjelent véleményekből tájékozódnak a magyarországi állapotokról. Az eredményeket figyelembe véve azt gondolom, hogy, hogy különösebb nem kell itt se ecsetelni, se bizonygatni, hogy az, ami vasárnap történt a önkormányzati választáson, semmi köze nincsen ahhoz, ami 96 ben történt itt Szerbiában, és az égvilágon semmi köze nincsen. Valamiféle hasonló forgatókönyv a dolg mostani állása szerint, mint ami 2000 októberében történt mi nálunk. Működik a demokrácia rendszere, a szabályok úgy látom, hogy rendben vannak, mert azok, akik nyertek, azok örülnek. Meglepőek az eredmények, és ugyanakkor azt látom, hogy több szereplőt ismerve, azt látom, hogy nagyon fontos önkormányzati vezető pozícióban olyanok kerültek, akik se nem vágyták ezt, se nem készültek erre föl se nem fölkészültek ebben a tekintetben is. Ez egészen biztos, hogy látszani fog az elkövetkező években, mert ez egy öt éves mandátum, és ez, ez egy olyan feladat, amelyik azt jelenti, hogy működtetni kell azt a közösséget, aminek az élére valaki oda kerül, az önkormányzatot, aminek az élére oda került, és itt a rátermettség, a fölkészültség, a hatékonyság ez aránylag gyorsan látszani fog. Ez nem a nagy politikának Mezzel, hanem ez a mindennapi aprófa hasogatásnak és aprófa behordásnak a, a feladata. Én elég szkeptikus vagyok nagyon sok olyan győztes tekintetében, aki ünnepelte önmagát, illetve akit az ellenzéki politikai térfélen ünnepeltek. Ami számunkra fontosak ezek a választások, mert jó nincsen általunk lakott település itt a Vajdaságban, akinek nincsen legalább egy testvér települési kapcsolata Magyarországon. Vannak olyan önkormányzatok, amelyeknek 5-6 testvér települése is van Magyarországon. Az volna fontos, hogy választás ide választásod ez a kapcsolatok megmaradjanak. Mi ezt fogjuk szorgalmazni. Független attól, hogy a politikai megítélés, vagy a politikai meggyőződés, illetve a politikai értékrend az milyen állapotban van azoknál, akik most a vasárnapi választás eredményeképpen győztek. Ezeket a viszonyokat azt gondolom, hogy elemi érdekünk folytatni és ebben mi nyitottak leszünk. Én nagyon sajnálom, hogy úgy tűnik, hogy Szegeden bebetonozódott az az állapot, ami az elmúlt több mint tíz évben kialakult. Sajnálatos módon Szabadka és Szeged között nincsen semmiféle picikét is mélynek nevezhető települési városközi kapcsolat. Ez nem a szabadkaiak miatt van független attól az elmúlt 10, -10 valahány évben kiirányította a szabadkai önkormányzat. Itt mindig volt rá nyitottság. Én azt láttam az utóbbi több mint egy évtizedben, hogy a szegedi politikai vezetés nem igazán volt ebben érdekelt, pedig azt gondolom, hogy ebből mindannyian úgy jöttünk ki, hogy inkább veszítettünk, mint bárki is nyert volna.